Szeretettel köszöntöm Önöket itt a 8. kőbányai rendvédelmi napon, és én szólítom is a színpadra azokat a szervezeteket, azok a szervezeteket, a képviselőit, akik ma itt a rendvédelmi napon megtisztelték jelenlétükkel ezt a rendezvényt. Először is nagy tisztelettel köszöntöm körünkben Budapest főváros 10. kerület kőbányai önkormányzattól Kovács Róbert urat, Kőbánya polgármesterét. Várom a színpadra a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézettől Császár László B.V. a lezredes főtanácsos parancsnokot, a Budapest Fegyház és Börtöntől Széles Gábor B.V. dandártábornok főtanácsos parancsnok, a BRFK 10. kerületi rendőrkapitányságától Dr. Gyetvai Tibor rendőr ezredes kapitányságvezető, a repülőtéri rendőrigazgatóságtól Dr. Török Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos igazgató, a Budapest főváros kormányhivatalát képviseli Dr. György István kormány megbízott, az MH6 kiegészítő és nyilvántartó parancsnokságtól Vanyúr Tibor mérnök ezredes urat, parancsnokot várom ide a színpadra, és azért állok meg egy pillanatra, mert Vanyúr Tibor ezredes urat, mérnök ezredes urat, az a megtiszteltetés érte, hogy egy rangos kitüntetés kapott, én arrébb is állok, mert hogy polgármester úr át is ad egy kis ajándékot, méghozzá a tiszti szolgálati jel kitüntetés babérkoszorúval ékestett rend aranyfokozatát kapta. Nagyon-nagyon nagy szeretettel gratulálunk, és további jó munkát kívánunk. Az MH Ludovika zászlóját képviseli Molnár Zsolt ezredes parancsnok, az MH Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandártor Barát Ernő ezredes megbízott parancsnok van itt a színpadon, az MH Görgei Artúr vegyi védelmi információs központtól Germus Ferenc alezredes úr, az őrzésvédelmi és támogató igazgatóságtól Szabó István pénzügyőrőr nagy igazgató, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok igazgató, az OMS-től Dr. Golopenca Pál főorvos úr, a Magyar Rendvédelmi Kartól Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok elnök, az Alfa Polgárőrségtől Körösi Csaba, a BPS-től Kardos Pál elnök, a Wolf Polgárőrséget Orosz Tibor elnök képviseli, az Óhegy Polgárőrségtől itt van Fazekas András elnök, a Dr. Stanek Endre Alapítványtól Dániel Zoltán titkár úr, a Magyar Védelemipari Szövetségtől Kocsis László nyugállományú mérnök ezredes elnök, és természetesen a Körös Soma Sándor Kőbányai Kulturális Központtól Jós Tamás igazgató úr. Kőbánya Tűzvédelmért Közalapítványtól Malsteiné Molnár Julianna elnök, végül, de nem utolsó sorban természetesen Kőbánya Közbiztonságért Közalapítványtól Tóth Béla elnök urat kérném szépen a színpadra, és akkor én most át is adom a szót Kovács Robert polgármester úrnak. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszöntöm én is a mögöttem állók népes táborát. Már jelzi ez a népes tábor, hogy ez a nap ismét gazdag lesz. Ismét gazdag lesz, hiszen jelentős részben a mögöttem állóknak köszönhetjük azt, hogy ez a rendezvény ismét nagyon szép, színvonalas programmal készülhet, szép színvonalas programot adhat Kőbányának. Olyan programot, amely azt gondolom, hogy mindannyiunk számára tartogat minden esztendőben meglepetéseket, hoz olyan új élményt, amely közelebb visz minket a mi biztonságunkra vigyázó szakemberekhez, szervezetekhez. Ezt szeretném megköszönni, hiszen egy ilyen rendezvényt megszervezni, lebonyolítani, létrehozni, az komoly feladat. A közbiztonságért közalapítvány vezetőjének, Tóth Bélának külön szeretném megköszönni a szervező munkáját, és készültünk meglepetéssel is. Készültünk meglepetéssel, hiszen egy önkormányzatnak azt gondolom, azt a fajta tevékenységet, amely a helyben élők, a Kőbányán élők biztonságát szolgálja, sokféle módon támogatni kell. Támogatni kell például eszközökkel is. Ez a két autó a színpad előtt nem azért áll itt, hogy a közterületfelügyelet bemutatót tartson arról, hogy hogyan lehet tilosban parkolásért megbüntetni valakit, hanem egészen másokból áll itt, másokból visel szalagot egy-egy autó, másokból díszítettük föl. Az önkormányzat szeretné támogatni két szervezet munkáját oly módon is, hogy eszközt, autókat vásárolt a tevékenységhez, a szolgálathoz. Szeretnék átadni egy kulcsot, egy-egy kulcsot
két szervezet vezetőjének, és egyben szeretném megköszönni a Suzuki Tafák vezetőjének, Pokorni János úrnak, aki a Keresztül úton visz egy szép vállalkozást, hogy igen kedvező áron biztosította számunkra, hogy hozzájuthassunk ezekhez az autókhoz, és ezzel tudjuk támogatni a rendőrkapitányságot Kőbányán. Kérem Gyetvai Tibor ezredes urat, akinek egyben szívből gratulálok, hogy július 1-én előléptették. Tibor, fogad szeretettel a kulcsot, és bízom benne, hogy az autót, hát hogy melyik, ezt éppen nem tudom, de próbáljátok ki. Használják a helyi rendőrök a szolgálatban ezzel az eszközzel is. Tegyenek ez azért, hogy mi kőbányaiak biztonságban élhessünk. A másik kulcsot pedig Gardi alezredes úrnak szeretném, Gardi Józsefnek átadni, a katasztrófa, a helyi tűzoltóság vezetőjének, akinek szintén szeretnék gratulálni, hiszen ő is egy csillaggal gazdagabb lett július 1-én. Gratulálok, Józsi! Fogadja a szervezet a Kőbány önkormányzattól ezt a gépjárművet, használjátok a feladatok ellátásához jó egészséggel. Bízom benne, hogy ezzel az eszközzel is hozzá tudtunk ahhoz járulni, hogy még színvonalasabb legyen a szolgáltatás a Kőbányán. Kívánom, hogy a mai napon mindenki érezze nagyon jól magát. Bízom benne, hogy a kánikula, a hőség az senkinek nem veszi a kedvét, és nagyon sokan ellátogatnak majd mai délelőttön is az Óhegyparkban, és egy olyan délutánt, vagy egy olyan délelőttöt napot tudunk együtt tölteni, így augusztus végén, ami mindannyiunk számára élményt jelent. Köszönöm szépen még egyszer a szervezet képviselőinek, hogy jelen vannak. Bízom benne, hogy jövőre a 9-kel folytatjuk. A röntgen alapadályos kirítető korlátra variációs lehetősége megfelelőzés, ügyesség, koordináció, bátorság szükséges. A felkészítés vezetés a bemutató állalán parancsnoka Dobosz-Szabolcs, negyedik főfős honvédős jelölt. Tehát a bemutató térén a Magyar Hús és Udobina zászlóval fogadják egy szeretettel.
habképző anyag, amellyel a habkocsirkejel lefedi azokat az égő részeket, amit a víz esetleg nem tudták, leperegne róla. Majd mindjárt láthatják, ez egy kicsikét bonyolultabb folyamat, ugyanis a habképzőanyagot a vízhez hozzá kell adagolni, és ahhoz, hogy habképződjön, egy egészen más sugárcsövet, tehát amit ugye a végére szerelünk a tömlőnek, egészen más eszközt használunk. Ez fogja előállítani a habképzőanyag, a víz, valamint a levegő keverékéből ezt a habot. Most láthatják is, sokkal hatékonyabb, mint ha vízzel oltanám. Látható is, hogy már azonnal megtapadt a felületen is, és pillanatokon belül elzárja az égő felületet.